Tisztelt emlékező közösség! 63 évvel ezelőtt egy aprócska, de elszánt nemzet, szembeszállva a világ akkori legnagyobb birodalmával, felemelte a fejét és nemet mondott az elnyomásra. A mi kötelességünk, hogy soha ne feledjük el mindezt, hiszen elődeink az életüket áldozták a szabadságért. Fejet hajtva előttük, énekeljük el közösen a himnuszt. Érvényű bölcsesség, hogy csak az a nép maradhat szilárd, amely eszményeit a dicső múlt emlékeiből meríti. Akinek a szívében ott él a nemzeti hősök, a porladó hazafiak emléke, és tetteik lelkesíteni tudják az utódokat. Sohasem felejthetjük el a múltunkat, hiszen ahogyan Illyés Gyula fogalmazott, a múlt nincs magától. Ezt minden generációnak meg kell alkotnia, és aki erre sem képes, annak nincs jövője sem. Városunknak is vannak forradalmár hősei, akik közül 2009-ben Hátót István, 2012-ben az akkor Angliában élő Szarvas József, 2016-ban a Kanadában élő Bagi József vehette át tiszteletünk jeléül az önkormányzati 56-os emlékérmet. Ugyancsak 2016-ban néhai Pólyik Istvánné Veres Ilona posztumusz 56-os emlékérmet kapott, akinek a nyugvóhelyén az önkormányzat a családdal közösen helyezte el a mai nap reggelén hálánk koszorúját. Mi is történt történelmünk talán legkiemelkedőbb 20 napja alatt? Mit jelent nekünk átlagos magyaroknak a szabadság napja? Idézzük fel a diákok segítségével ezeket a történelmi pillanatokat. Fogadják szeretettel a Székács-Elemér mezőgazdasági és élelmiszeripari szakgimnázium, szakközépiskola és kollégium 10. osztályos növendékeinek visszaemlékezését. Mindig az a perc a legszebb,
Kedves hallgatóim, most a Szabad Magyarország hangjának hírszolgálata következik. Magyarországon postamállapotot hirdettek ki. A budapesti kormány nem tudott megbírkozni a nemzeti erőkkel, és a Magyarországon állomásozó szovjet csapatok beavatkozását kérte. A budapesti rádió, amelynek épülete előtt egy nyugati jelentés szerint fegyveres összetűzésre sor került, már a tegnap késő esti órákban adásaiban zavart árulta. 10 órai hírszolgálatában megszakította a belföldi hírek folyamatát, és a nemzetközi hírek ismertetésére tért át. A patitokban a Szabad Európát hallgatja mindig. Azt mondja, erről nem beszéltek senkinek. Tegnap megint padlásöpés volt nálunk. Anya sírt, azt mondta, most már nem tudja, miből fog kenyeret sütni. Engedélyi kértünk disznóvágásra. Hát milyen dolog ez? Saját disznót tartunk, és engedélyi kell kérni arra, hogy levághassuk. Már még be is kell szolgáltatni belőle. Nagyapát is be akarják kényszeríteni a TSZ-be, de egyelőre nem hagyja magát az ölet. Kicsit félek, nem lesz a baj a belőle. Az elmondott drámai fejlemények előzményeit foglaljuk össze a továbbiakban. A tegnapi nap folyamán a budapesti egyetem falain belül, valamint a főváros különböző pontjai, 10 000-re menő tömeg gyűlt össze az értekezeteken és tömeggyűléseken. A budapesti főiskolák ifjúsága röviddel az egyetem falai között tartott gyűlések után a pesti Dunaparton lévő Petőfi szobor elé vonult fel a Kossuth Nóta éneklése közben. A mi Gyulánk is ott lehetett közöttük. Nagyjának lesz megint miért sírnak. Teremtsenek új mezőgazdasági politikát, és egyik lehetővé a parasztságnak, hogy saját maga dönthessen sorsáról. A termelő szövetkezetekhez való csatlakozás legyen valóban önkéntes, és ehhez teremtsék meg a politikai és gazdasági feltételeket. Fokozatosan szintessék meg a beszolgáltatásokat. Ezek rólunk beszélnek, ránk is gondolnak. Még igaza lesz nagyapának, nem kell beadni a derekunkat. Néked ifjúság, üdvözd légy, magyar nép! Kilánkban is férben születtél meg újra, 3 nagy éjszakán, vad ágyútörkésben. Melyik nép írta fel mostanában nevét így, hogy aranyt adott kezébe Isten újra? S mely nép beszélt így az önmaga nevében, mint angyal, mikor a harsonáját fújja? Megyünk, valami láthatatlan áramlás szívünket befutja, akadozva száll még az ének, de már milyen kapesti utca, nincs már teendő, ez maradt, csak ez maradt már menedékül. Valami szálló ragyogás kél, valami szent lobogás készül. Nyugati szemtanúk megállapítása szerint a tömeggyűlések és tüntetések békés hangulatban zajlottak le. A New York Times budapesti tudósítójának jelentése szerint az első kilengés a budapesti rádió épülete előtt történt. A rádió épülete előtt bezajlott összetűzésnek egy halálos és egy súlyosan sebesült áldozata van. Az egyik nyugati hírközlő iroda ugyancsak fegyveres összetűzésről számol be, amely a Sztálin szobor tövében zajlott le. Itt ugyancsak óriási tömeg gyűlt össze, amely megkísérelte a Sztálin szobor ledöntését. A szobor talapzatánál őrtálló árvosok ekkora tömegbe rögtek, és meg nem erősített hír szerint ennek is egy halálos, valamint több sebesült áldozata volt. Piros a vér a Pesti után, eső esik és elmerít. Mossa a vér, de megmaradnak a Pesti utca kövei. Piros a vér a Pesti után, munkások, ifjak vére volt. A 3 szín lobogó mellé tegyetek ki gázlobogót. És mi csak állunk itt tétlenül, hallgatjuk a híreket és várunk. Mm.
nem vártak sokáig tűzsenül a Pöröcengi Prófiak sem. Október 26-án a Városháza épület homlokzatáról levelték a Népköztársaság címerét. A város központjában mindegy 2000 ember gyűlt össze. A tüntetésen felolvasták az ekkora már megalakult vállalati munkástanácsok követeléseit. Ezt követően a tömeg a Kossuth térre vonult, ahol a szovjet emlékmű eltávolítása már zajlott. A Csonkot alapzaton állva egy diák elszavalta a nemzeti dalt, majd elénekelték a himnuszt és a szózatot. Másnap megalakultak a forradalmi tanácsok. Rendkívüli műsort közvetítünk. Magyarországon a tegnap esti órák óta áttekinthetetlen a helyzet. Az események óráról órára követik egymást. Hallgatóink a Budapesti Rádióból csak részleteit ismerik azoknak a drámai eseményeknek, amelyek hazánkban történnek. Összefoglaló képet adunk tehát a helyzetről. Az esti órákban a magyarországi sztálinisták egy előnyös hangú beszédben országos fölháborodást provokáltak ki. Gerő Ernő, a párt első titkára állt a mikrofon elé, és sztálinista szellemben iparkodott útjába állni a délutáni eseményeknek. Provokatív beszéde olaj volt a tűzre. Nemhogy megnyugtatta és lecsendesítette volna a forrongó hangulatot, de fegyveres fogadalommá robbantotta ki a felindulást. Ettől kezdve az eseményeket nem lehetett megállítani. A néphadsereg és a karhatalom a fogadalom ügye mellé áll. A szabadságharcosok megszállták a középületeket és a gyárakat. A párt és a kormány erre általános statáriumot rendelt el. Ezt sem használt. Ekkor a Magyarországon állomásozó szovjet csapatokhoz fordultak segítségért. És ettől kezdve állít felfegyverzett davajok gyilkolják a magyar szabadságharcosokat. Kihontott véreim, támadó tűz voltunk, hős halottak lettünk, hajnalok hitünkről, fegyverfogó kézzel tanulságot tettünk. Gyermeki karunkba ereje gyülemlett, forró férfi korna, csillagos oldalú, tűzokázó tangok felnőtté tiporta. Golyó várt a testünk, lankadó lankái, holtanyaggá hűlnek, gránátok markoló karjaink kimarulnak. Sebeink nyitottak, nyírkos kövön fekszünk, most már nem verekszünk. Égő túlvilági benzines palackok lángjánál melegszünk. Istenem, csak Gyulánnak ne legyen semmi baja. Pesten esik a hó, keringve kavarokba. A Dunán a habokra, lelkük vesztett romokra. Kivert ablakszemekre, kék szájú emberekre. A Csepelre és a gyárra, a moccanatlan várra. Tépet szélű sebeken, dacoló üzemeken, aszfaltra száradt véren, megül halott fehéren. Hordja a szél a földön, viszi a szél az égen. Pesten esik a hó, nyílt sebet is kötésnek, test talpig hófehérben. Hogy távol messze van hazám, csak még egyszer a láthatnám. Az ég volt a felhő, a vén volt a szellő, mint róla mond a besét csupát.
forradalom novemberi leverése, Budapest felé vonuló szovjet tankok városunkban történő átvonulása halálos áldozattal is járt. A Kudra vízét induló Pólyk Istvánét lelőtték. Hazárnokul magyar, igazak és örökérvényűek Vörös Majtú szavai, ezt érték át, ez igazodtak 63 évvel ezelőtt, a forradalom résztvevői példát mutatva nekünk, késői utódoknak. Vannak történelmi pillanatok, amikor az internet hanokká parancsa véresen komolyá válik. Ilyen történelmi időszak volt 1956. októbere is. Hajtsunk fejet az emlék előtt, és véssük jól a szívünkbe, hogy az áldozat ne legyen hiába való. Szépen a fájdalmas múltidézést a diákoknak és felkészítő tanáraiknak, Lovász Magdolnának, Faragó Katalinnak, Cseh Juditnak és Fejes Zsoltnak. És köszönjük a szüleiknek is, akik talán most is elkísérték őket, és büszkék a gyermekükre. És köszönjük, hogy 56 miklósi áldozatáról, néhai Pólyk Istvánéről is megemlékeztetek. Ünnepelni annyi, mint élni és szeretni. Amikor az ember érzése, lelkülete, értékrendje hozza az ünnepet, az mindig nagyszerű dolog. 1956-ban ilyesmi érzés kerítette hatalmába a lelkes forradalmárokat. És bár nekünk ma fájdalmas emlékezés, mégis ennek részeseként ilyenkor élhetjük át mi is az összetartozás örömét. Nemzeti ünnepeink kapcsán elgondolkodunk őseink bátorságáról, önfeláldozásáról, de mit teszünk mi a gyermekek nemzeti öntudatának erősítéséért, és azért, hogy itt legyen jó magyarként élniük. Hiszen a hazát mi emberek alkotjuk, és életünk minden pillanatát akarva vagy akaratlanul a szülőföld iránti értelem hajtja át. Az ünnepi beszéd hallatán talán majd elgondolkodunk, hogy hogyan is éljük mindennapjainkat büszke magyarként. Tisztelettel felkérem Markut Imre polgármester urat az ünnepi beszéde megtartására. Tisztelt honfitársaim, kedves Törökszent Miklósi emlékező közösség! Az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján gyűltünk ma össze itt, Törökszent Miklóson, az 56-os emlékmű körül, hogy a hulló faleveleken keresztül tűző napsütésben idézzük fel mindazt, ami számunkra fontos a múltból. Hogy emlékezzünk mindazokra, akik 1956. október 23-a szabadságát kivívták. Úgy vélem, hogy mindenképpen örvendetes, hogy van hol emlékeznünk, mert az előttünk járók megalkották a város és közössége számára ezt a helyet és ezt az emlékművet. És amikor a dolgunk végzése során elhaladunk itt, akkor mindig eszünkbe juthat 1956. október vége. Az akkor történt események,
azok az emberek, akik talán egyetlen egyszer sem gondoltak előre a messze jövendőbe, de a pillanatnyi életükre, a szeretteikre, az otthonukra, a mindennapjaikat kitöltő hazugságokra, az elvesztegetett évekre, a megfosztott lehetőségeikre, az őket elnyomó zsarnokságra sokkal inkább. Én magam annak a generációnak vagyok a tagja, akinek még úgy tanították a történelem órákon, hogy 1956. október 23-án ellenforradalom tört ki Budapesten. Sőt, nagyon nem is tanítottak semmit, legfeljebb néhány mondatos említés történt erről a rövid időszakról. Nehogy annyi hangozzék el, ami felkelti az osztály figyelmét, és valaki érdeklődő diák majd kérdést tesz fel az elhangzottakról. Az agyonhallgatás, az elhallgattatás évtizedeinek a végét jártuk már ekkor. Amiről nem beszélünk, az nincs, és nem is létezik. Ki gondolta volna akkor, hogy néhány év eltelik, és kinyílik majd egy ajtó, először résnyire, majd ahogy tovább tárul, egyre több fény érkezik a sötétségbe, majd a világosság egyszerre akkora lesz, hogy elvakít mindenkit. Vagy talán mégsem? Maradtak még tisztánlátók, akik nyitott szemmel is látnak, és nem csak a lehúnyt szem mögött álmodnak. 1989-et írtunk, amikor a múlt elkezdett tisztulni. Ez volt az az időszak, amikor őszintén és bátran kezdtek beszélni politikusok. Megszólaltak a szemtanúk, a szereplők. Hazatértek 56 hősei. 33 év. Krisztusi korként említjük. 33 év után hazaértek az emigrációból, akik 1956-ban az életüket kockáztatták, hogy mindaz, amiben akkor éltek, megváltozhasson. Egy jobb és emberibb társadalom szülessen, egy szabadabb világ köszöntsön az országra. És kérdés, hogy ami akkor és azóta a kortársaktól elhangzott, leíródott, le lett vetítve, az elegendő volt-e? Elegendő volt-e, hogy minden és mindenki a helyére kerüljön? Elegendő volt-e ahhoz, hogy ne maradjanak nyitott és megválaszolatlan kérdések? Elegendő volt-e arra, hogy az ellenforradalomról alkotott képünk átalakuljon forradalomról alkotott képpé? Kell egyáltalán, hogy a megtörtént események többféle értelmezése megszűnjön? Én azt gondolom, hogy igen kell. A társadalmi megbékélés alapvető szükséglete, hogy egy nemzet tagjai egy adott történelmi eseményt egyféleképpen, mégpedig az igazság alapján értékeljék és értsék. És amikor emlékezünk, akkor az igazságon át egyféleképpen emlékezzünk. Mert ahogyan János apostol fogalmaz, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket. 1956 forradalma és szabadságharca emlékezetében kérdezzük meg, hogy megismertük-e az igazságot. Az igazságnak azt az oldalát megismertük, hogy miképpen történtek a forradalmi események. Megismertük, hogy miként harcoltak fiataljaink a szabadságért, mindez már a történelem oktatás részévé is vált. Már az iskolapadban nem ellenforradalomról tanítanak, hanem a forradalomról és szabadságharcról. De vajon az igazság azon része miért nem vált eddig ismerté, mikor válik majd ismerté, vagy majd a feledés homályába süpped egyszer csak? Az igazságnak az a része, hogy kik voltak a lelki megnyomorítók 1956 utáni évtizedekben, akik besúgtak, akik jelentettek, akik követtek, akik lehallgattak, akik csapdába csaltak, akik másokat megzsarolva beszerveztek. Vajon miért nem ismerhető meg mindez? Vajon miért engedtük és engedjük, hogy ezek az emberek a rendszerváltást követően 30 év elteltével is társadalmi, gazdasági, politikai szerepet vállaljanak? Vajon milyen érdeket szolgál mindez? Vajon ha minden a feledés homályába süpped majd, akkor megismerhetővé válik az igazság? És ha az igazság nem lesz megismerhető, akkor mit tesz majd szabaddá?
ismét egy újabb szabadságharc. A szabadság kivívható harccal is, de az igazság által, békésen, fegyver nélkül, pusztán a megismerés által. Fegyver nélkül, békésen. A béke, megbékélés, a megbocsájtás által. A megbocsájtás a belső megbékélés előszobája. Az igazság megismerése azért is fontos, hogy a belső megbékélés ideje is eljöhessen. Megbocsájtás nincs szembesítés nélkül. Biztosan volt számtalan alkalom az elmúlt 30 évben, hogy azok, akik emigráltak, azok, akiket bebörtönöztek 56 miatt, vagy azt követően a megfélemlítés időszakában szembesülhettek azokkal, akik őket lőtték, bebörtönözték, vagy fogva tartották. De mindazok, akik később, akár a 70-es, 80-as években lettek a rendszer hű katonái, és ártatlanokról jelentettek, súgtak be, szerveztek be, ők mikor szembesülnek? Kell-e nekik szembesülni? Kell-e azoknak szembesülni, akikről jelentettek? Vajon eljöhet-e a megbocsájtás pillanata? Megbocsájtás önmagamnak, megbocsájtás egymásnak. Hogy a belső béke végre áttörje a hallgatás legmélyebb sötét bugyrát, és végre egymásra tekinthessünk nyíltan és őszintén és tisztán. Vajon szükség van-e mindenre? Tisztelt emlékező közösség, 1956. október 23-a és november 11-e közötti időszakot forradalom és szabadságharcként tartja nyilván az utókor. Így emlékezünk. Amikor ünnepelhetünk, ekként ünnepelünk. Vajon az utcaembere, amikor október 23-án becsatlakozott a tüntetésbe, tudta, hogy forradalmat fog csinálni? Tudta, hogy olyan hirtelen és megrázó társadalmi jelenség részese lesz, amely teljesen átalakítja a társadalmi és politikai intézményrendszert, vagy komoly kulturális gazdasági áttörést hoz? Hisz ez a forradalom fogalma. Nem. Nem tudta. Ment, mert a szíve vitte, ment, mert a lelkesedése vitte, ment, mert egy idő után a többiek akarata, az egy közösségi akarat vezette a tömeget, és a felgyülemlett keserűség, elnyomás, elhallgattatás áttörte az indulatgátját. Vajon mi vezette azokat az embereket, akik képesek voltak fegyvert fogni és szembefordulni az akkori világ egyik legfélelmetesebb hadseregével? Mi kell ahhoz, hogy az ember legyőzze a halál félelmét, és ha kell, életét is áldozza a szabadságért? Tudjuk-e, mit jelent a szabadság? Bizonyára akkor értjük igazán, ha nem vagyunk szabadok. Amikor korlátok között élünk, amikor elnyomottak vagyunk, amikor megfosztanak alapvető jogainktól, ilyenkor érezzük, érezhetjük a szabadság hiányát. Talán sokan látták a Rettenthetetlen című filmet William Wallace-ről, amelyben a skót szabadságharcos a Stirlingi csata előtt így szólt a skót parasztokból álló hadsereghez, akik az angolok ellen vonultak hadba. Mit látok? Honfitársaim egész seregét, akik dacolnak a zsarnoksággal. Szabadon jöttetek ide harcolni, mert szabadok vagytok. Mit kezdenétek szabadság nélkül? Harcoljatok hát érte. Igaz, ha harcolsz, meghalhatsz. Ha elfutsz, megúszhatod. Legalábbis egy ideig. És majd halálos ágyadon, sok-sok év múlva visszasírod a percet. Örömest odaadnád lopott életed minden napját, ezért az egyért. Ezért a lehetőségért, hogy itt legyél, az ellenbe képébe vágd. Az életünket feláldozzuk, de a szabadságunkat azt soha. Úgy vélem, hogy azok a pesti srácok, akik fegyvert fogtak a szovjet hadsereg ellen, és harcoltak, ugyanígy gondolkodtak. Ugyanazt gondolták, hogy az életüket feláldozzák, de a szabadságukat soha. Mert ők az igazságot megismerték, és az igazság szabaddá tette őket. Emlékezzünk ma rájuk, 56 hőseire, akik számunkra, ma itt élő magyarok számára
ha csak rövid időre is, de kinyitották azt az ajtót, amelyen keresztül kiléphetünk a világosságra, ahol az igazság megismerése által szabadok lehetünk. Vas Albertet idézve, miképpen az igazság magját vetjük, aképpen arat jövendőt a magyar nemzet. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Köszönjük szépen, polgármester úr, ünnepi gondolatait! A forradalom és szabadságharc hősei tanúbizonyságot tettek hazaszeretetükről. Emlékezzünk és hajtsunk fejet az áldozatok előtt. A koszorúzásnál őrséget állnak, valamint a koszorúk elhelyezésében is segítkeznek a Magyar Honvédség 68. számú területvédelmi zászlóalj katonái. A koszorúzás levezetésére tisztelettel felkérem az Ipoly Arnold Művelődési Központ igazgató helyettesét, Bukta Éva népművelőt. Törökszent Miklós város önkormányzata nevében Margot Imre polgármester és Dr. Rigot Imre jegyzik el megemlékezés világban. A Jászlatkun-Szolnok megyei kormányhivatal Törökszent Miklósi járási hivatala nevében dr. Bodka János Hunor hivatalvezető és Harcas Dorogi Adrián hivatalvezető helyettes asszony helyezik el a megemlékezés virágban. A Jobbik Magyarországért Mozgalom Törökszent Miklósi alapszervezete nevében Mészáros Klaudia, Kozzárka Júlia és Jakab János helyezik el a megemlékezés virágban. Köszönjük helyet el Ladár György és Hendrik Zoltán. Keresztény Demokrata Néppárt helyi szervezete nevében Török András elnök és Sudik József helyezik el a megemlékezés virágban. A Törökszent Miklósi kisgazdák nevében koszorút helyez el Varga János Hüppár és Jelen Imre. Szent Miklós Egyesület nevében Ónori Erzsébet, Polgár András és Kismár helyezik el a megemlékezés virágban.
A városellátószolgálat nevében köszönjük helyekkel Kovács Béla intézményvezető és Pak Nikolett munkaügyi pénzügyi előadó. A Városi Bölcsöde nevében Danza Istvánné intézményvezető és Csór Edina intézményvezető helyettes helyezik el a megemlékezés virágait. Miklósi óvodai intézmény nevében koszorút helyez el Kolozsvári Andrea intézményvezető és Horváth Julianna intézményvezető helyettes. Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Bújka Béla helytörténeti gyűjtemény nevében Medvesi Klára igazgató, Csőke Tibor könyvtárrészvezető és Héja László a Bújka Béla helytörténeti gyűjtemény vezetője helyezik el a megemlékezés virágait. Az Egyesített Gyógyító Megelőző Intézet nevében dr. Lukács Zsuzsanna igazgató, főorvosasszony és Kovácsné Szőlősi Márta gazdasági vezető helyezik el a megemlékezés virágait. Törökszentmiklósi Családi és Gyermekjóléti Központ nevében koszorút helyez el dr. Bartáni Molnár Erik, vezető és Szőlősiné Letenyei Ágnes intézményvezető helyettes helyezik el a megemlékezés virágait. Magyar-angol kéttanítási nyelvű általános iskola nevében koszorút helyez el Szécsi Pál intézményvezető, Tegsebben a Krisztina pedagógus és Lakatos Imre tanár. Betlen Gábor Református Általános Iskola óvoda nevében koszorút helyez el Mrena Andrea és Kecsőné Szűcs Andrea pedagógusok. A Baptista Szeretett Szolgálat Kölcsei Ferenc Általános Iskolája nevében Göröndei Zoltán igazgató és Szabó Zoltán igazgató helyettes helyezik el a megemlékezés virágait. A Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium Általános Iskola óvoda nevében
Kocsis Erzsébet igazgatóasszony és Húrt Klára intézmény egységvezető helyezik el a megemlékezés virágait. Mezőgazdasági és élelmiszeripari szakgimnázium szakközépiskola és kollégium nevében Budai Ferenc igazgató és dr. Szecsei István igazgató helyettes helyezik el a megemlékezés virágait. Képzési Centrum szakgimnáziuma és szakközépiskolája nevében koszorút helyez el Kálmán Andrea megbízott igazgató és Szőke Szilárd igazgató helyettes. Szent Miklós Szociális Szolgáltató Központ nevében koszorút helyez el Faragóné Lőrinci Mária megbízott intézményvezető és Molnár Edit általános helyettes. A Jászlatkun-Szolnok megyei Angolkert idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona és rehabilitációs intézménye nevében Bódi Ilona rehabilitációs részletvezető és Antalné Kralcsi Ildikó mentálhigiénés csoportvezető helyezik el a megemlékezés virágait. A Városvédő és Szépítő Egyesület nevében koszorút helyez el Csikós Sándor, Garsi Zoltán és Dávidné Sármai Erika. A Városi Polgárőrség nevében Kovács Erzsébet és Hatmani Zsigmond helyezik el a megemlékezés virágait. Katolikus Népkör nevében Vígor József elnök és Dorogi Péter elnök helyettes helyezik el a megemlékezés virágait. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Törökszent Miklósi csoportja nevében koszorút helyez el Kiski Lakorné Bödei Edith elnök és Busai József nőtisztát. A Klassz Hungária Kft. Koszorúval tisztelet az 56-os áldozatok emléke előtt.
a kegyelet virágaival tisztelegnek a Miklós Néptánc Együttes és az 1800 Miklós Néptánc Együttes tagjai. Egyes nemzedékének újra meg újra meg kell küzdenie a hitéért úgy, mint Jákobnak az Isten angyalával. Isten fiatal, övé a jövő. Mindszenti József bíboros esztergomi érsek Magyarország hercegprímása gondolatával köszöntöm a tisztelt jelenlévőket. A Törökszent Miklóson elsőként felállított Mindszenti emlékhelyen. Mindszenti József 1892-ben született Csehi Mindszenten, és 1975-ben Bécsben halálozott el. Emlékezetét hűen ápolják és tartják a köztudatban, köszönhetően a Mindszenti Alapítvány munkatársainak, a ma élő szolgatársaknak és a nép emlékezet soha nem csalódó megérzésével. Ezen a helyen Törökszent Miklóson bárki, bármikor megállhat és emlékezhet. Mint ahogy az idézet is szólt, minden egyénnek, minden nép, minden egyes nemzedékének újra meg újra meg kell küzdenie a hitéért. Tehát senki sem tudja megspórolni ezt az utat. Legyünk bármilyen történelmi korszak tanúságtevői, egyszer valamennyiünknek választ kell adnunk arra a kérdésre, hogy mit hiszünk, és kiben hiszünk.
Erre legjobban a drámai helyzetek készítenek fel bennünket. Ezekben a helyzetekben kell eldönteni, hogy az egyes ember hogyan folytatja útját. Sodródik, csapódik, igazodik a korszellemhez, helyezkedik, a könnyebb utat választja, vagy kitart és helytáll, feláll, mikor csak a földön és lent akarják látni az élet ellenségei, a gonoszság erői. A gonoszság erői tudnak olyan hatást kifejteni, hogy elvtelen, önkényes és megáltalkodott kényszerek alapján az ördögnek kiválóan megfelelt játékszereiként Istenre emelt fegyverrel képesek megölni saját lelküket. Bár úgy tűnik, hogy mások ellen vannak végül, Istenre emelt fegyverrel a saját lelküket ölik meg. Ez a rettenetes helyzet a történelemben bármikor felállhat. A gonosz erősebb, mint az ember, éveket és évtizedekig is tud nyomorgatni, betegíteni és megszállottá tenni. A hitvalló ember másként gondolkozik. Tudja, és ezt említi a bíboros is, és erősíti valamennyünkben, hogy saját döntéseinkért mi vagyunk a felelősek, és csak is a saját tetteinkről kell majd számot adnunk, és nem a másokéről. És nem mentesülünk annak a felelőssége alól sem, hogy mint Krisztus követők a szeretet vallása gyakorlata közben, és annak gyakorlatában szinte naponként kell megbocsátanunk az ellenünk vétkezőknek. Nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk, küzdelmünk, hanem a gonoszság erői ellen. Nyilvánosan ezen a helyen két alkalommal szoktunk megállni és emlékezni. Egyszer tavasszal, májusban, amikor a bíboros úr halálának évfordulójára, illetve a Török Szent Miklós látogatásának alkalmából vagyunk együtt, valamint október 23-án az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc dicsőséges napjaira emlékezve. Méltó az emlékezés ezen a helyen. Az önkény, a terror, a bosszú és a diktatúra ármányos agressziója 4 alkalommal zárt a börtönbe, ítélte halálra, majd életfogytiglan börtönbüntetésre, házi őrizetre, végül számüzetésre. 1919. március 19-én a Tanácsköztársaság idején, 1944. novemberében Szálasi Ferenc uralma idején, 1949. február 8-án, 1955-ben a kommunista diktatúra idején. Mind a 4 esetben más-más ideológiai hátteret erőszakoltak, mégis mind a 4 esetben hazaárulással, kémkedéssel vádolták és ítélték el. Külföldi nyomásra végül a halálbüntetés alól felmentették és száműzték szülőföldjéről. Méltó tehát a róla való emlékezésünk. Tisztelt kegyelettel emlékezők, kérem hallgassák meg hangfelvételről ez 1956-os beszéde egyik részletét. A beszédet felvezeti Bőzsöny Ferenc, a Kossuth Rádió örökös főbemondója. A bejátszást követően pedig kérem a Történelmi Egyházak képviseletében Andrássy Zoltán káplán urat, hogy hozza meg velünk gondolatait, és imádkozzunk együtt szolgálata elvégzésével. Első nyilatkozat szabadulása után 1956. november 1-e. Mindszenty bíboros 1956. október 30-án szabadult ki Felsőpetényi házi őrizetéből, és a közeli rédság páncélos alakulatának katonái hozták Budapestre Pálinkás Palavicsini őrnagy vezetésével, aki Tildy Zoltán akkori államminiszter utasítását hajtotta végre. A budavári primási rezidencia udvarán felvett rövid nyilatkozat november 1-én 20 óra 24 perckor hangzott el a Szabad Kossuth Rádió ideiglenes parlamenti stúdiójából. Pálinkás őrnagyot ezért kivégezték, a riporter Molnár, ahol él, évekig alkalmi munkákból tengődött. Kedves hallgatóink, most Mindszenty József herceg prímás üzenetét hallják.
hosszú fogság után szólok a magyar haza valamennyi gyermekéhez. Senkivel szemben nincs gyűlölet szívemben. Csodálatra méltó hősiesség szabadítja meg most a hazát. A világ történelemben páratlan ez a szabadság harcunk. Minden dicsőséget megérdemelnek fiataljaink. Hála és imádság az áldozatokért, honvédségünk, munkásságunk, földműves népünk példát mutatott az együttes hazaszeretetre. Az ország helyzete rendkívül súlyos. Napok óta hiányzik az élet folytatásának minden közös föltétele. A legsürgősebben még kell találnunk a kibontakozást. Most tájékozódom, 2 napon belül a kibontakozás útjáról személyes szózatot intézek a nemzethez. Kedves hallgatóink, Mindhenti József herceg prímás üzenetét hallották. Az eget és a földet alkotta. Uram, hallgass meg könyörgésünket! Az Úr legyen veletek! Áld meg, Uram, Magyarországot! Áld meg, Uram, a te magyar néped! Oldozd fel és szabadítsd meg ellened elkövetett bűneitől, mások ellen elkövetett bűneitől, önmaga ellen elkövetett bűneitől, az erkölcs terén, szociális téren, gazdasági téren elkövetett bűneitől, a természet ellen, az élet ellen, az egész emberiség ellen elkövetett bűneitől, múltja, jelene és jövője ellen elkövetett számtalan bűnétől. Szabadíts meg minket, Uram, a gyűlölködéstől, a széthúzástól, a rövidlátástól, a kapzsiságtól, a gyengeségtől, a káromkodástól, a kitartás hiányától. Segíts minket, Uram, hogy a jó győzzön, és ne a gonosz, az igazság győzzön, ne a hamisság, az erő győzzön, ne az erőszak, a szeretet győzzön, ne a gyűlölet, a józanság győzzön, ne az indulatok, a megfontolás győzzön, ne a kapkodás, az okosság győzzön, ne az ostobaság, a szorgalom győzzön, ne az irítség, a tehetség győzzön, ne a könyöklés. Add, Uram, hogy megbecsüljük ajándékaidat, kincseinket nehogy elpazaroljuk. Hazánk szép tájait őrizzük meg épen, a földet, a vizet, a levegőt tisztán, az egészségünkre jobban vigyázzunk, fogadjuk el a gyermekeket, az időseket és a szegényeket tiszteljük, segítsük, a betegeket el ne tapossuk, és ne felejtsünk el szívből mosolyogni. Hatalmas erőddel támogass minket, hogy emberhez méltó hajlékokban teremtsünk otthonokat, az otthonokban egészséges, boldog családokat. Az emberek tisztességes munkát végezzenek, s a tisztességes munkának legyen becsülete. Szabadíts meg minket, Uram, a gonosztól és minden rossztól, oltalmaz és védelmez minket a súlyos csapásoktól. Szenvedő testvéreinket különösen segítsd meg. Adj nekünk bort, búzát, békességet, változtasd át a bort a te szent véreddé, a búza kenyeret a te szent testeddé, a békét a te békéddé, örök örömünké. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod,
legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála. Köszönöm szépen valamennyiünk nevében Andrássy Zoltán káplán úrnak közöttünk végzett szolgálatát. A koszorúk elhelyezése következik. Kérem, hogy Törökszent Miklós Városi Önkormányzat koszorúját helyezze el Markóth Imre polgármester úr és dr. Libor Imre jegyző úr. Majd azt követően kérem, hogy a civil egyesületek, magánszemélyek egymást felváltva szép rendel helyezzék el a kegyelet virágait. Azt követően pedig ősi himnuszunkat, a Boldogasszony anyánk című énekünket énekeljük el.